Köszöntöm Önöket, ez a Közügy, az Öböl Televízió közéleti magazinja. Ma a szokásostól eltérően csak egy téma lesz a műsorban. A keresztény világ egyik kiemelkedő ünnepe alkalmából két vallási vezetővel fog Godzsa Zoárt kollégám beszélgetni. A húsvét és a nagypéntek üzenetéről, a mai világ emberének szóló jelentés tartalmáról szól először Steinbach József, a dunántúli reformátusok püspöke, majd pedig Alsősre látogatunk, ahol Berkes Péter katolikus plébánossal folytatjuk a témát. Európa és ezen belül Magyarország a keresztény kultúrkörből táplálkozik. Értékes mondani valóval szolgáló beszélgetéseket láthatnak. Tehát Közügy, kezdünk! Nagypéntek és húsvét alkalmából beszélgetek Steinbach József, a dunántúli egyházkerület püspökével. Áldás békesség. Áldás békesség, Istennek dicsőség. Hát a húsvéti történetet biztos mindenki ismeri, ugye Jézust megfeszítették, meghalt, majd ugye harmadda feltámadt. Ez a feltámadás örömhír, ezt ünneplik húsvétkor, tehát gyakorlatilag röviden összefoglalva. Három nap eseménye, aminek a tükrében ugye közelebb juthatunk ehhez az örömhírhez, ugye befogadhatjuk húsvétnak az üzenetét. Három nap, nagypéntek után ugye ott van Jézusnak ugye a kereszthalála, illetve ez a kereszthalála, aztán ott van egy szombat, amiről úgy nem nagyon van információnk, így történés, és aztán eljön a vasárnap. Vasárnap, amikor gyakorlatilag feltámadott. Feltámadáshoz ugye kellett ez a Krisztusnak a halála, hogy eljöjjön ez a pillanat. Először talán ejtsünk pár szót erről, hogy Isten annyira szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érettünk. Engedjen meg egy olyan kérdés, hogy miért kellett ez az áldozat? Tehát miért volt erre szükség? Tehát, hogy egy kicsit személyes is legyen ez a kérdés, ugye ebben a posztmodern világban mi haszna van az embereknek, akár a mai embereknek ebből a halálból? Igen, tehát ez a kereszténység legfontosabb ünnepe, nagypéntek és húsvét, innen nőtt ki a kereszténység, és valóban a mai ember számára nagy kérdés, pont ez a legfontosabb keresztény üzenet, amit mi helyettes elégtételnek nevezünk, tehát hogy Jézus Krisztus ott a Golgotai kereszten, mint Isten fia, mint Isten ember, Isten, aki emberré lett, elhordozta a mi minden bűnünk büntetését, tehát miattunk érettünk, és helyettünk halt meg. Van erre egy klasszikus magyarázat, amit hadd mondjak el röviden, mert szerintem ez is fontos, és utána próbálom életszerűvé tenni, szintén röviden. Isten igazsága azt kívánja, hogy a bűn büntetést nyerjen. Hiszen, ha Isten a bűnt nem büntetné meg, akkor igent mondana a bűnre. Gondoljunk bele filozófikusan, logikusan is, nem csak teológusként, hogy Isten tökéletességével összeegyeztethetetlen, hogy a bűnre igent mondjon, és Isten előtt kicsi és nagy bűn között úgy, hogy mi rangsoroljuk a bűnöket, igazából nincs különbség, mert mindegyik sérti az Isten dicsőségét és tisztaságát, és nem csak az ő dicsőségét, hanem a mi életünknek a teljességét is. Abban most nem akarok belemenni, mert a modern ember számára ez is nagy kérdés, hogy mi az, hogy bűn. Gondoljunk bele abba, hogy mennyi önzés, indulat, gőg, nagyra vágyás van bennünk, és ez hogyan befolyásolja az emberi kapcsolatainkat. Szerintem egy kicsit önvizsgálatot tartunk, és nagypéntek ennek is az ideje, hogy mennyire csak magunk körül forgunk, a posztmodern világnak ez az énessége, ez már önmagában bizonyítja azt, hogy igenis van ilyen, hogy bűn, csak lehet, hogy nem ez a jó kifejezés a mai ember számára.
amitől nem működnek a házasságok, amitől elszakadnak tőlünk a gyermekeink, amitől feszült viszonyban vagyunk a munkatársainkkal, amitől nem tudunk értelmes kompromisszumokat kötni, nem tudunk alul maradni, mindig mi akarunk elől lenni, mindig nekünk kell, hogy igazunk legyen, nem sorolom, és ezt világméretekben is lehetne sorolni, tapasztaljuk a saját bőrünkön. Tehát szükség van arra, hogy a bűn kérdés megoldódjon, ami elválaszt bennünk Istentől és a másik embertől. És erre küldte el Isten egyszülött fiát, Jézus Krisztust, mert azt akarta, hogy az emberről levegye a bűn terhét, és tudnillik, mivel Jézus Krisztus maga testet öltött, Isten önmaga hordozta el a bűn büntetését, hogy rajtunk könyörülhessen, mert Isten emberbarát, irgalmas. Tehát nem megbüntetni akarja az embert, hanem könyörülni akar az emberen, és azt akarja, hogy jobban, szebben, teljesen éljen ebben a földi világban, hogy már itt ebben a világban megtapasztalja az élet teljességét, és ne legyen rajta a bűnnek az a terhe, amit a teológia ezzel a kifejezéssel illet. Nagyon nehéz ez a kérdés, de ha még egy mondatot erről szabad, hogy az áldozat az kikerülhetetlen egyébként a mindennapi életben is. Ha én nem hozok áldozatot a másikért, akkor olyan hatalmas önzésbe fullad bele és hal bele az emberi lét, először lelki értelemben, aztán egyre inkább szó szerint is, amit nem akarhatunk. Tehát az áldozat az kikerülhetetlen onnan, hogy én engedek a másiknak, hogy én rámosolygok a másikra, hogy én időt áldozok a másikra. Valahol itt kezdődik, és már nagyon sok minden itt megoldódna. Tehát ha így nézzük ilyen hétköznapi módon az áldozat kérdését, akkor mindjárt jobban értjük Jézus Krisztus helyettes világ problémát megoldó áldozatát is. Én azért még filtatnám ezt a kis bűnhöz való hozzáállást, hogy a Krisztus korában azért egy kicsit konkrétabb volt, hogy egyértelmű volt a bűnnek a fogalma, illetve az ahhoz való viszonyulás mai világunkban, meg nem tudom, talán próbálják az emberek ezt elbagatelizálni, tehát változott, vagy ugyanaz, tehát maga bűnfogalma az nem változott. Hát olyan értelemben konkrétabb volt, hogy az egy vallási kultúra volt, ahol ezt a vallási vezetők folyamatosan tematizálták, ők viszont túlozva, farizeusi módon, ezt a kifejezést ismerjük, miközben betű szerint megtartották az Isten törvényén, de a lelkükben egészen más volt, tehát ez a képmutató magatartás, ez sem helyes. Ma viszont én úgy látom, hogy sok tekintetben nem is téma ez. Az embereket a mindennapi élet sodorja, bedarál bennünket a mindennapok szörnyű szürkesége vagy hajtása, pörgése, és egyszerűen nincs is időnk, erőnk belegondolni az életünk nagy kérdéseibe. Ez nagy gond. Figyeljük meg, hogy a bölcsészkarok, a humánkarok, az egyetemeken mind szűnnek meg, mert hát milyen hasznot hoz ez, miközben hát ez rendkívül fontos lenne, hogy megtanítani az embert, a felnövekvő generációt, hogy önreflexiós képessége legyen meg az életére rá tudjon kérdezni. Tehát eleve nem téma, vagy a téma, akkor nagyon kellemetlen. Mert kellemetlen szembenézni azzal, hogy mi az, amit én nem jól csinálok. Mi az, amin nekem kellene változni, vagy változtatni ahhoz, hogy egy probléma megoldódjon, és soha nem itt kezdjük, hanem folyamatosan a felelősség áthárítás folyik, hogy a másik. A másik a hibás, a másik kezdte, a másik a rossz, és ezt Isten logikája mindig megfordítja, hogy először magadnál kezd, de a másik szemébe vedd észre a szálkát, amikor magadéban nem látod a gerendát. Mondja a mi Úrunk Jézus Krisztus, majd ha magadéban észreveszed a gerendát, akkor vetted észre a másikban a szálkát. És erre képessé bennünket egyedül az élő Isten kegyelmet, tehát ami egészen más látásmódot ad. Egyébként ez nagyon kellemetlen, és az egyháznak az is küldetése lenne egyébként, ez az egyház profétai küldetés, és nagyon nem gyakorolja ezt ma már az egyház.
hogy rámutasson arra határozottan, ami nem jó, hogy embertársak, fele barátaim, testvérek, itt a határ, ezen túl ne menjünk, mert Isten féltő szeretettel figyelmeztetett, mert azt akarja, hogy a saját életünk itt a földi világban is boldogabb legyen, és hogyha mi túllépjük a szabadságban egyébként megengedhető határokat, azzal önmagunkat tesszük tönkre. De a legnagyobb szabadság az, amikor az ember nemet tud mondani arra, amit egyébként megtehetne. Akkor ez önmagában nem egy filozófiai kérdés, úgy mondjuk, tehát ebben azért benne van rendesen a pszichológia mélyen. Pszichológia is, teológia is, és a teológiaként ettől csodálatos terület, azért hadd mondjam így, hogy tudomány, mert igenis a teológia tudomány, hogy vannak olyan segédtudományai, amit a teológia nem tud kikerülni. Ide tartozik a filozófia, ide tartozik a pszichológia, ide tartozik a szociológia, és mindaz, ami az embertudományokkal foglalkozik, hiszen Isten és ember kapcsolatával foglalkozik a teológia, és az nem csak Istent kell ismerni, hanem az embert is, és a kettő kapcsolata évszázadok tükrében pedig a Biblia szentírás. Az áldozat beteljesedett, ugye Jézus meghalt, és ha jól értelmezem ezt az evangéliumi történetet, ugye egy napig halott volt a világ számára, mint tudjuk, semmi nem véletlenül irodott a Bibliába, tehát ez azért konkrét dolgok. Mi a jelentéstartalma egyébként ennek? Tehát az egyén számára ez mit mond, milyen üzenetet hordoz? Nagyon fontos az nagypénteken, ami Urunk Jézus Krisztus meghalt a kereszten, és szombat, az a zsidók ünnepe volt, akkor egyébként a nagy ünnep, a páska ünnep is tartatott abban az időszakban, tehát a szombat egyébként is a nyugalom napja volt, és az ennek kezdete a napnyugtával megtörtént, tehát péntek estétől már szombatnak, szabbatnak, nyugalomnapnak számított, ezért Jézus testét még péntek este levették a keresztről. Erre most nem térek ki, ahogy leírja a Szentírás, és eltemették Arimátiai József sírboltjába, és szombaton ott nyugodott a sírboltban, és a hét első napján, vasárnap támadt fel, mert ugye ez szerint a rend szerint a hét hetedik napja szombat, és a hét első napja vasárnap. És az, hogy Jézus Krisztus meghalt, eltemették, és egy napot a sírban nyugodott. Ez azért fontos, még az apostoli hitvallásba is belevették, hogy eltemették, vagyis, hogy húsvét az nem egy tetsz halottnak az életre kelése, hanem Jézus Krisztus valóban meghalt, hogy húsvétkor egyértelművé legyen, amit a Lukács evangélium a 24. fejezetben olvasunk, hogy valóban feltámadott. Hát valóban meghalt, ugye még a dárdával a kereszten, mielőtt levették a keresztről, átbökték az oldalát, felhasították a szívborkot, és ugye ezzel jelentették Pilátusnak, hogy valóban meghalt, beállt a halál, és így adott engedélyt a római hatóság képviselője, a helytartója, hogy levegyék a keresztről. Valóban meghalt, hogy annál inkább felragyogjon, ez nagy szombat jelentése húsvétkor, az örömhír, hogy aki valóban meghalt, világtörténelmi esemény és üdvtörténeti esemény, valóban feltámadott a halálból. Most idéznék, ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, olvashatjuk ugye a korintoszi levélbe, legyőzte a halált, szokták mondani, nap mint nap vesztik el az emberek sajnos szeretteiket. Halljuk a hírekben ezeket a szörnyű tragédiákat, nap mint nap a halálról beszélnek. Hogyan győzte le akkor? Mit jelent ez? Ám de Krisztus feltámadott a halálból, első zsengeként a halottak közül, ez a 1 Korintus 15, 20. verse. Azért nagyon fontos a folytatás, mert első zsengeként a halottak közül, és ugye az zsenge az az első gyümölcs, vagy az első buzakalász, amit learatnak, az első, de nem az egyetlen. Tehát ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy feltámadt a mi feltámadásunk zálogaként, pecsétjeként, ígéreteként. Tehát nem öncélúan támad fel, legyőzve a halált, hanem ezt az ajándékot nekünk akarja adni. Most innen kezdődik az, ami
emberi értelemben felfoghatatlan, csak hittel befogadható. Tudnélék emberi értelemmel befogadni azt, hogy legyőzhető a halál, miközben azt tapasztaljuk, hogy itt ebben a földi világban eddig egyetlen egy ember sem maradt életben, tehát mindenki át kellett, hogy menjen a halálon. De Isten az embert, és ezt tudjuk, a paradicsomi történet leírásából örök életre teremtette. És az egész Szentírás erről szól, hogy Isten azért küldte el egyszülött fiát, Jézus Krisztust, hogy az ő eredeti gondolata szerinti életet, az örök életet visszaajándékoz az embernek. És Jézus Krisztus feltámadása ezt jelenti, feltámadott, legyőzte a halált, őt követve át kell mennünk nekünk is a testi halálon, de örök élet vár bennünket oda. Ezt nem tudom jobban kifejezni, és hogyha bármi többet mondanék, akkor spekulálnék, mert ennek a hogyanja, a miensége az titok. Ezt Isten igéje, kijelentése nem mondta el nekünk, annyit mondott erről, az örök életről, hogy ez sokkal inkább jobb mindennél. És én ezt vallom, ez viszont bennem a Bibliában, hogy ez egy konkrét valóság. Isten a rothadandó test helyett ad nekünk egy megdicsőült testet, amit megérinthetünk, a Jézus feltámadott testét megérintették, egymásra ismerünk, egy konkrét világot, valóságot teremt az örök életben az övéinek, akkor, amikor ennek az ideje eljön, addig a halál, a köztes lét a feltámadásig egy alvás, és azt hadd mondjam el, nagyon fontos része a hitemnek, hogy az örök élet bizonyosságának a tágas tere szerintem az egyetlen esély arra, hogy ebben a földi világban alapvetően megváltozzanak a dolgok. Mert csak akkor van esély arra, van örök élet, akkor azért lehet itt is másként, tehát lassabban, szebben, megértőbben, megbocsátva. Nem mindent azonnal itt akarva megélni, mert hát gondoljunk bele, hogy itt legalábbis a jóléti társadalmakban elkényeztetetten abban vagyunk, hogy hát ide a világot, azonnal most nekem. És bizony felnőtt egy generáció, hogy tudatosan, én nem akarok senkit megbántani, de erre neveltük őket valahol, vagy az élet kényszerített rá bennünket erre, és ez nagyon nem jó. Tehát alapvetően megváltozhat az ember akkor, hogyha van örök életbe vetett hite, viszont nem ismer határt, és végtelenül gátlástalan, és kegyetlen tud lenni az ember, hogyha örök életbe vetett hite nincs. Én nem akarom ezt eltúlozni, de hát gondolja végig ki, aki ezt a beszélgetést hallgatja, hogy így van-e vagy sem. Feltámadás után Jézus ugye megjelent a tanítványai előtt, akik még a tapogatás ellenére se akarták hinni a szemüknek, illetve hát a saját érzékeiknek. Fizikai valójában bizonyosodhattak meg pedig, mégis kételkedtek ebbe, így 2000 év távlatában. Mi az az erő, ami a hívőket így a tudásra készteti? Hogyan találkozhatnak a hívők Jézussal? Nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert ez egy döntő kérdés. Tehát ha most ilyen hagyományos papos választ akarnék adni, akkor azt mondanám, hogy igen, és ezt én megtapasztalom, hogy Isten az ő igéjén keresztül, a Szentíráson keresztül, rendszeres kegyességi alkalmakon keresztül megmutatja magát. De ez nagyon kevés nekem is. Ez a hagyományos válasz, sokkal többről van itt szó. Isten emberi eszközöket küld, történéseket úgy alakít, amin keresztül igenis megmutatja magát, míg akkor is, ha mi nem hiszünk benne, és sokszor nem vesszük észre, hogy ő csukott be ajtókat előttünk, hogy védjen, vagy ő zárt le sorompókat, vagy éppen ő nyitott meg ajtókat, hogy segítsen rajtunk, tehát történéseken keresztül, ő a történések ura az ember életében, ő a történelem ura, és nagyon sokszor úgy küld emberi eszközöket, hogyha bajban vagyunk, akkor küld segítséget, akkor mellénk állít embereket. Ezek az Isten eszközei, még ha ők se tudnak róla, Jézus Krisztus rajtuk keresztül megjelenik. Hát mit jelent?
egy betegnek, aki ki van szolgáltatva tehetetlenül, hogy éppen egy olyan orvos áll mellé, noha olyan az egészségügy, amilyen, és az orvos is fáradt, és nincs megfizetve, és ennek ellenére mégis egy olyan orvos áll mellé, akinek nem csak jó a szaktudása, az fontos, de kevés, aki rámosolyog, aki abban az 5 percben meghallgatja a baját, aki megpróbál emberként bánni vele, na abban megjelenik a Jézus Krisztus. A feltámadott Úr jelennek benne, lehet, hogy az orvos se tudott róla, vagy a betegben sem rögzült ez azonnal, de egy olyan gyógyulási folyamat indul el ezáltal, és ez sokszor nem szakértelem kell, hanem egy mosoly, egy kedves, egy odafigyelés, és áldott folyamatok indulnak el, elkezd az Isten cselekedni. A keresztfán meghalt értünk egy ember, tehát Isten fia, majd feltámadt. Megváltozott emberek lettünk, így az Úr kenyelméből elnyertük az örök életet, ha ezt mondhatjuk így. Ezzel tétje lett az életünknek. Manapság, amikor mindenhonnan súlykolják ezeket a belénk, hogy semmi sem olyan értékes, és tehát nem kell sokáig megtartani valamit. Tehát eldobható minden. Bármit lecserélhetünk. Tehát ez az állandóságra való törekvésre utalás gyakorlatilag, ez nem ellentmondás, tehát nem nehezedik ránk ez az öröklét, úgymond terhe? Nem, azért nem, mert éppen azáltal, hogy van öröklétünk, tudjuk, hogy van utunk, vannak irányok, vannak fixpontok az életünkben, és ez az a hit, az örök életbe vetett hit, ami az ember tudja például hűségessé tenni. Hűségesíteni azon a területen, ahol az Isten állította, azokkal az emberekkel kapcsolatban, akiket az Isten rábízott. Itt gondolhatnék házasságra, baráti kapcsolatokra, olyan ritka ma a jó barát, de van, és azt nagyon, nagyon meg kell becsülni. És hűséget minden területen, hogy vannak olyan dolgok, amik nem lecserélhetők, amelyek állandóak, amelyeket az Isten bízott ránk, hogy megőrizzük, és hogy azzal sáfárkodjunk, azzal jól a gondos gazda módjára bánjunk. Ha nincs örök életbe vetett hit, akkor hát mint a mobiltelefont, úgy cserélünk dolgokat, úgy bánunk emberekkel. És hát gondoljunk csak egyszer bele abba, hogy a Buda Béla írta 70-es években az empátiáról, ez egy nagy mű volt akkor, hogy mit jelent ez a másik embernek. Tehát Jézus Krisztus ezt már akkor megmondta az aranyszobájban, amit akartok, hogy veletek cselekedjenek az emberek, azt cselekedjétek először ti az embertársaitokkal. Csak ennyi, és működnének a dolgok. 2015-öt írunk. Így a beszélgetésünk végén szeretném, hogy így összefoglalná, hogy a húsvét üzenete ma emberének mit mond? Hát én hadd foglaljam össze akkor ezt egy igével. Ne féljetek, ne féljetek. Hirdetek nektek nagy örömöt. Nincsen itt. Feltámadott, ahogy megmondotta. Ezt mondta az angyal, az Úr küldötte azoknak az asszonyoknak, akik húsvét reggel mentek, hogy megkenjék a halott Jézus testét. Elveszi a félelmet, a húsvéti örömüzenet valódi örömet ad nekünk. Elküld bennünket, ahogy az angyal is elküld, mondjátok el többi tanítványnak, hogy mi történt, tehát feladatot ad, szolgálatot ad, és hirdeti azt, hogy amit Isten megígért, az úgy van. Feltámadott, ahogy megmondotta, hiszen 3-szor is megmondta ezt halála előtt tanítványainak, nem tudtak ezzel a mondattal mit kezdeni, hogy keresztre feszítik, de bízzatok, 3. napra feltámad. És a tanítványoknak sem jutott eszükbe ez a nagyon fontos ige. Tehát elveszi a félelmeket, örömet ad, értelmet ad az életnek, mert feladatot ad, szolgálatra indít, elküld, és beteljesíti azt az ígéretet, amit ő megmondott. Ez engem mindig megnyugtat,
Isten a lényeget megmondta, kijelentette, az úgy lesz, az egyetlen, amiben nem fogunk csalódni, és ha viszont Istenben így bízunk, ez adja vissza az emberekbe vetett bizalmunkat is, ami szerintem nagyon fontos. Köszönöm a beszélgetést, áldott békés ünnepeket kívánok. Köszönöm, és én is köszönöm a beszélgetést, és az Öböl Televízió nézőinek áldott ünneplést kívánok. Alsőrsön folytatjuk a további beszélgetést Berkes Péter plébános atyával, dicsértessék. Mindörökké, amen. Jézus történetnek három fő csúcspontja van, ugye karácsony a megszületés, húsvét a feltámadás és pünkösd a Szentlélek eljövetele. Hogyan kapcsolódnak össze ezek, és hol helyezkedik el húsvét ebben a hármasságban? A húsvéti ünnepünk, ugye a liturgikus évnek a centruma, a feltámadás, de mégis azt lehet mondani, hogy a többi ünnep nélkül maga a húsvét is úgymond értelmezhetetlen volna, és ez visszafelé is igaz. Tehát a karácsony húsvét fényében nyer értelmet, és a húsvét is a karácsonynak, a megszületésnek a fényében nyer értelmet. Avagy nem ezeket kellett-e szenvednie Krisztusnak, hogy úgy menjen be a dicsőségben? Emlékezteti a feltámadt Jézus az apostolokat. Miért kellett ez a szenvedés, és kell-e nekünk embereknek erre emlékezni? Mindenképpen kell, ugye a szenvedéshez való hozzáállásunk változik, az idők folyamán változik. A mai emberre jellemző, hogy általában kerüljük, vagy kerülni próbáljuk a szenvedést, de nem volt ez mindig így. A történelemnek voltak olyan szakaszai, amikor kifejezetten tudatosult az emberekben, a hívő emberekben az, hogy a földi szenvedések voltak éppen közelebb vihetnek bennünket Istenhez, hogy egyfajta módon a földi szenvedéseink által úgymond az odaáti, hát letöltendő dolgokat tudjuk kicsit előrehozni. Katolikus templomok tetején ugye ott a kereszt, ami ugye mindig emlékezteti az embereket a dologra. A feszület is megtalálható mindenhol, rajta ugye Krisztussal. Tehát maga a szenvedő Krisztus ugye mindig a bűnökre, vagy legalábbis a bűneinkre figyelmeztet, de egyben a megváltásra is. A húsvét az örök élet ünnepe, a feloldozás örömhíre. Lelki vezetőként beszélgetve az emberekkel, mit tapasztal, hogy a mai kor embere meg tudja élni a bűnösség, illetve a megváltásnak az élményét? Mindenképpen, ugyanakkor hát azt is állíthatjuk, hogy a bűnösségnek a tudata, illetve az a tudat, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, mindannyian gyengék vagyunk, esendők, vétkezünk. Ez talán egy kicsit, hát úgymond, egyfajta bűnmosáson megy keresztül, lélekmosás történik, tehát mindent relativizálnak. És a nagybőti idő, a Szent Háromnap, illetve hát a húsvéti előkészületek azért emlékeztetnek bennünket arra, hogy ki kell engesztelődnünk az Úristennel, és persze egymással. Ugye az, hogy gyarlóan kicsik és esendőek vagyunk mi emberek, de mégis tehát fontosak vagyunk Istennek, vagy hogy vagyunk fontosak Istennek? Mindenképpen fontosak vagyunk. Ha nem lennénk azok, akkor nem is születtünk volna erre a világra. És ez az időszak, a nagybőjt, a bűnbánatnak az időszaka
lehetőséget kínál arra, hogy amivel megbántottuk Istent, az embertársainkat, ha megbántottuk, és sajnos ez előfordul, sőt, ez a jellemző ránk, kár ezt tagadni, lehetőséget kínál ez az időszak lelkiismeretvizsgálatra, illetve a megtisztulásra a bűnbocsánat szentségében, a Szent Jónásban. Hogyan lehet eljuttatni a megváltás és az örök élet üzenetét napjainkban, amikor ugye az információ áramlás az rettentő módon felgyorsult, hogy úgy mondjam, tehát gyakorlatilag jön egy hír, percekre, másodpercekre rá jön egy következő, és az előző szinte már törlődik is. Tehát hogy lehet valami örökről beszélni ebben a hihetetlenül felgyorsult világban? Többek között erre hivatott a Szent Háromnap, a nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat, illetve az azt követő húsvéti idő, hogy abból a kényszeres világból, amiben élünk, teljesítmény, orientált világból kiszakadjunk, egy kicsit az időnek a kereteit átlépjük, hogy nem mi legyünk az idő rabszolgái, hanem az időt magunkévá tudjuk tenni, tehát használni tudjuk az időt. És amikor a Szent Háromnap során, nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat liturgiái során tulajdonképpen a mennyei liturgiát próbáljuk utánozni, hogy azt lefordítani a mi nyelvünkre, a mi kommunikációs világunkra, az imádság, a szentmise áldozat bemutatása, a további szertartások, például egy nagy csütörtöki lábmosás szertartása, vagy szentségi adoráció formájában, vagy akár nagy pénteken a kereszthódolat során, nagy szombaton a feltámadási körmenet során, akkor mi ennek a kényszeres, hát időszerűségnek a határait próbáljuk meg leküzdeni. Szoktuk említeni azt, hogy tulajdonképpen minden szentmise egyfajta időutazás, szó szoros értelmében időutazás, hiszen az egyházunk tanítása szerint az eukarisztikus áldozatban, tehát a szentmise áldozat bemutatása során Jézus kereszt áldozata nem megismétlődik, hanem megjelenítődik. Ezt hangsúlyozni is kell, mert sokan talán nincsenek tudatában annak, hogy az a keresztáldozat, amit az Úr Jézus 2000 éve bemutatott, amikor a kereszten meghalt, az nem megismétlődik a szentmisében, hanem jelenvalóvá lesz. Tehát amikor mi részt veszünk egy áldozatbemutatáson, egy eukarisztikus liturgián, a szentmisén, akkor olyanok vagyunk, mint Szent János, vagy Boldogságos Szűz Mária, aki ott állt Jézus keresztje alatt. És ezt szoktam is, meg szoktuk mondani a gyerekeknek, felnőtteknek, hogy képzeljük oda magunkat Golgotára, hogy mi most ott vagyunk. Mindegy, hogy itt ebben a 30 éves templomban, vagy máshol egy több száz éves templom falai között, ugyanúgy ott vagyunk az Úr Jézus keresztje alatt, mint egykor Szent János, vagy éppen Szűz Mária, és ilyen módon le tudjuk küzdeni az idő határait. És fontos is erre fölhívni az emberek figyelmét, hogy ez a fajta kényszeresség, meg teljesítmény, orientáltság nem érgezze meg, vagy ne vonja el a figyelmünket az ünnepekről. Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy mennyire, vagy milyen sűrűn kell így emlékeztetni a híveket arra, hogy miről szól húsvét, még illetve az üzenete. Tehát meg ugye az a napi teendők, a napi életvitel azért rendesen tompítja ezeket az érzéseket. Hát évről évre, időről időre. Erről talán nem lehet eleget beszélni, nem lehet elégszer kifejteni, és erre fölhívni a figyelmet. Minden modern korunknak, ugye modern korunk látszatszabadságokat kínál, ez a válaszd ezt, válaszd azt, mondják persze tudat alatt, ugye manipulálnak a reklámok, egyebek, és ezek ugye valahol békjóba is kötik az embereket, tehát ennek hatása révén. Istent viszont ugye a választás szabadságát, a Isten választás szabadságát adja nekünk, nem kényszerít ránk semmit, egyszerűen csak ad lehetőséget egyfajta, mondjuk mondjam, jobbnak minősített életre. Ez valljuk be, nem túl jó reklám. Mégis így 2015 tavaszán, most így húsvétkor, mit üzen ma nekünk Isten, illetve miért válasszuk ezt a fajta szabadságot? Igen, hát a szabadság az egy szintén félreértelmezhető, meg torzítható fogalom, hiszen van a szabadságnak két változata. Szabadság valamitől, meg szabadság valamire. Ugye a valamitől való szabadság az nagyon gyakran
szabadosságba csap át. Ezzel szemben az Úristen által fölkínált üdvösségnek a lehetősége, a szabadság másik változata, amikor az ember bizonyos határok között, bizonyos keretek között a saját üdvösségére lehet szabad. És ezt pontosan ez az, amit talán a mai világ torzít. Tehát nem az üdvösségre való szabadságra hívnak meg bennünket a reklámok, ez egészen biztos, hanem a szabadságra mindentől, minden korláttól, minden kerettől, a teljes önmeghatározást hirdetik mindenhol, ugye valósítsd meg önmagadat, teljesítsd ki az egódat, szabadítsd fel a tudatodat, és közben sokszor nem vesszük észre, hogy pontosan mi zárjuk be a saját börtönünknek az ajtaját. Igen, tehát hogy lehetne ez ellen védekezni, illetve az egyház hogy tudja felhívni a figyelmet, hogy hol vannak a határok, tehát mi az, amit nem kellene, és mi az, amit igenis kell? Hát a tanítás által, az egyház a szentíráson, szent hagyományon alapuló tanítás által hívja fel erre a figyelmet, a maga szelíd módján, tehát nem reklámot csinálva, nem toborozva, nem propagandát folytatva, hanem az apostolok szelíd szavával. Katolikus liturgiai rendben hogyan zajlik a húsvét ünnep? Ez hogyan járul hozzá hívőknek ugye a lelki átéléséhez? Mivel az egyházi évnek a középpontja a húsvéti ünnepkör, ezért igyekszünk, és mindenhol igyekeznek, minden templomban, minden plébánián, vagy a fíliákban, ahol erre lehetőség van, úgy megállapítani a szertartások időpontját, hogy ez beleférjen. Még akkor is, hogyha hétköznapokról van szó, tehát egy nagy csütörtök esti szentmise az utolsó vacsora emlékére, vagy nagypénteken az ige liturgia, mert nagypénteken nincsen szentmise, akár nagy szombaton este, ami már az éjszakában nyúló, tehát egy éjszakai feltámadási szertartás. Tehát mindenképpen az időpontoknak, az olyan szertartások időpontjainak olyan meghatározásával, ami elérhető, és emellett persze hangsúlyozni kell, és mi is erre fölhívjuk a figyelmet, és természetesen mindenhol, hogy a Szent Háromnap liturgiái tulajdonképpen a megváltás történetének az eszenciáját, kivonatát kínálják föl nekünk, és ezért fontos, és ezért buzdítjuk a testvéreket, hogy vegyenek részt, ha tudnak ezeken a liturgiákon. A hívek, illetve hívekkel hogy lehet felkészülni így a húsvét közelettéhez, tehát a húsvéti időszakra? Mindenhol általában lelki gyakorlattal készülnek. Tridumnak nevezzük a nagybőti háromnapos lelki előkészületet, amely során meghívott személyek tartják a homiliát, az elmélkedéseket, hirdetik az igét, illetve a gyónásnak a lehetőségét még intenzívebben szükséges ilyenkor biztosítani. Ezek azok a legalapvetőbb keretek, amit mindenhol tiszteletben tartanak és betartanak. Kicsit szeretném kérdezni a bőti időszakból, hogy nehéz ezt mai korunkba betartani? Pont ugye a reklámokról, hogy beszéltünk, hogy mennyire hat a külső világ. Már a hívek részéről gondoltam. Nem hiszem, hogy nehéz. Tehát ugye a böjt alatt általában a hústilalmat szokták az egyházon belül. A böjtnek két változata létezik, a szigorú böjt és a hústilalom. A szigorú böjt hamvazó szerdán és nagypénteken van érvényben, tehát amikor naponta háromszor étkezünk, és hát idézőjelben a három közül egyszer lehet jól lakni, és a másik pedig a hústilalom, ami a péntekekre vonatkozik. Na most, ha valakit megkérdeznénk, pláne itt a Balatonparton, hogy be tudtad-e tartani a pénteki hústilalmat, és ő mondjuk azt válaszolja, hogy igen, nem fogyasztottam húst ezen a pénteken, meg a péntekeken, viszont olyan halászlevet főztem, ötféle halból, hogy mind a tíz ujjamat megnyaltam utána, hát ez nem biztos, hogy a böjtnek a megnyilvánulása, a méltó megnyilvánulása. Ez egy bizonyos értelemben törvény, és a törvény lelkülete, a törvény szelleme az, ami rá kell, hogy vezesse az embert arra, hogy mi az értelme a böjtnek, egy kis önfegyelmezés, önmegtartóztatás. Most itt, ahol ülünk ebbe a gyönyörű szép templomba, ugye le vannak takarva keresztek, hát ez nem véletlen. Ugye beszéljünk egy kicsit erről a fekete vasárnapról.
Ez így van, a virág vasárnap előtti vasárnapon takarjuk le a feszületeket, illetve ahol lehet a feszületet eltávolítják a templom térből, és a feszület leleplezése pedig nagypénteken történik a kereszthódolat bevezetéseként, illetve bevezető liturgikus hát mozzanataként. Egy nagyon megindító és nagyon mély motívum ez, amikor a keresztet fölemeljük, és háromszor hát ugye énekeljük, felhívjuk a figyelmet, íme a Szent Keresztfa rajta függött valaha a világnak váltsága. És akkor három intonálás után leemeljük, kibontjuk a keresztet gyakorlatilag, és ezt követi a kereszt hódolat, amikor mindenki hívek közül a feszülethez járul és megcsókolja a korpuszt. Berkes Péter plébános úr, köszönöm a beszélgetést, áldott ünnepeket kívánok. Nagyon szívesen, viszont kívánom. Ennyi volt már a Közügy kistérségi magazinunkban, a húsvéti népszokásokkal folytatjuk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!